Az elmúlt napok történéseit kifogásolta pénteki sajtótájékoztatóján a Mi Hazánk Mozgalom helyi szervezete. Dr. Pápai Ákos megyei elnök szerint a megyeszékhelynek olyan stabil vezetőre van szüksége, aki képes együttműködni a képviselőkkel. Azonban azzal, hogy Mirkucki Ádám kilépett a Jobbikból, és a trianoni megemlékezést is külön tartotta meg az önkormányzat, nem ez bizonyítja, fogalmazott. Szerintünk a város érdeke az lenne, hogy egy stabil irány mutatkozna meg, és nem a békétlenségről, veszekedésről szólnának a mindennapok, hanem Mirkucki Ádám végén megtanul együttműködni, nem csak a saját frakciójával, mert halljuk, hogy ez sem megy, hanem az ellenzéki képviselőkkel is. A sajtótájékoztatón a szervezet EGRI elnöke Bognár Ignác elmondta, az országzászló felújítását nem a város, hanem a Mi Hazánk Mozgalom kezdeményezte, amit az utolsó pillanatban festettek le. Az pedig, hogy külön megemlékezést tartottak a 100. évfordulón, nem városvezetőhöz méltó, hiszen neki mindenki érdekeit kellene képviselnie, tette hozzá. A Mi Hazánk Mozgalom pénteki sajtótájékoztatóján elhangzottakra az önkormányzat nem kívánt reagálni.